Jászfényszaru Ibedekovics Lőrinc Népfőiskolai Társaság idén 22. alkalommal rendezte meg hagyományőrző jelleggel az Erzsébet napi kézműves kiállítást és vásárt. A megszokott helyszín helyett idén a Szent Erzsébet közösségi házban és környezetében várták a látogatókat. Több mint két évtizede már, hogy a Népfőiskolai Társaság a hagyományőrző Erzsébet napi kézműves kiállítást, vásárt és a hozzá kapcsolódó programokat szervezi. Az idén szívesen jöttünk, rejtett kis vágyunk is volt, hogy a Szent Erzsébet közösségi házba kerüljön a programunk. Kis Gábor atya nagyon szívélyesen fogadta ezt az ötletet. Ugye a helyszínt változtattunk a korábbi évekhez képest. A kézműves kiállítás vásár egy része itt az épületben, más része az önkormányzat és a ház közötti sétáló úton található, és a gyerekek részére, több mint 10 főcsoport részére most is meg tudtuk szervezni a hagyományőrző kézműves programokat. A vásárban közel 30 kézműves kiállító várt a portékájával a vásárlókat. Megtalálható volt minden mi szemszájnak ingere, kézműves, faméves, textilméves, festő, gyöngyfűző, szövő, népi iparművész és méztermelő is. Körülbelül 1990-ben kezdte a férjem, akkor még csak ilyen egy-két családdal. Akácmézet, vegyeset, meg repcét hoztunk mi. Hogyan készülnek ezek hagyományosan? Hát úgy, hogy kiszedjük a kereteket végül is, a mézes kereteket a kaptárból, és kifedelezzük, kipergetjük. Le van szűrve, utána a hordóba, és akkor ilyenkor üvegezve, tehát semmilyen más eljárás nem. A vegyes méznél van, hogy föl kell olvasztani, mert ugye bekristályosodik, azt így vízfürdőbe szoktuk fölmelegíteni. A helyi méz különlegességek mellett házilag készített mézes, illetve rostélyos kalácsot is kóstolhattunk. Hogy vannak ilyen kis mézesek, ilyen apró semigének valók, akkor készítettem angyalkalkot, télapókot, ezek ilyen kis asztali díszek, egyesek, ezek adventi koszorúk, van a rostélyos kalács, ami ugye egy fényszarusi hagyomány. Az pontosan hogyan készül? A rostélyos kalács az keltészta, a jellegzetessége a tört szegfűszög, tehát nem őrölt, hanem törött, úgy kell kalapácsot összetörni, mert az olajos tartalma, hogy darabos, akkor ízes a kalács, és akkor 9 alkból kell megfonni, tehát ez régen lakodalmi kalács volt, fényszerű, hagyományos, de már most nem igazán készíti senki. Kicsit távolabb a vásári forgatag zajától a gyermekeknek kínáltak programot a szervezők. Lehetett gyurmázni, szalmából karácsonyfadíszt készíteni, vagy épp mézes kalácsot díszíteni. Készítettem már kukoricahéjat, körülnéztem, meg már készítettem mézes kalácsot, de még nem sült meg. Kinek készítetted a mézes kalácsot? Magamnak, hogy legyen meg. A rendezvény több mint két évtizede az adventi időre való felkészülés és a közművelődés egykori hiányainak pótlása hívta életre. A szervezők azóta is ezt a célt tartják szem előtt. Igen, természetesen ez azért lakossági igény is, hogy legyen lehetőség helyben is. Két évtizeddel ezelőtt kisebb lehetőségek voltak, mint most országszerte, és így a vásár egyre nagyobb teret kapott, vagy jelentős teret kapott igazán ez a valós igazság. De a művészetek iránti igény, a természetes anyagok tisztelete, szeretete, a Szent Erzsébet élete valahol mindig bekapcsolódott ebbe az Erzsébet napi vásárba, ami nem csak egy szép vásári forgatag. A hagyományoknak megfelelően nem csak vásárral készültek a szervezők. A délelőtti programokat kiállítás megnyitó követte. A fotókból készült tárlatot Ézsiás István emeritus házkapitány nyitotta meg. Én úgy gondolom, hogy akár a ország vagy a járság, de akár Jászfényszerű hagyományőrzésébe, hagyományaiba nagyon szépen belefér a lovas hagyomány, és ez most már az sem is azt kell mondani, hogy hagyomány, hanem
ez a mai valóság, hogy emberek hobbiból lovat hajtanak, nyeregbe szállnak, és újra az a lovas nemzet, ha lassan is, de afelé megyünk, és István ebbe a fotózással nagyon sokat tesz, és közvetíti a szépségét ennek a nagyon nemes sportnak. A kiállítás Pető István fotográfiáit tartalmazza, melyeket a jászfényszarúi lovas rendezvények alkalmával készített. A fotográfus extrém pillanatokban kapta lencse végre a fogathajtókat és a díjugratókat. Az Erzsébet napi programok utolsó momentuma egy kiállítással egybekötött beszélgetés volt, ahol a művészet találkozott a vallással. A párbeszédben Kis Gábor esperes plébános érseki tanácsos mesélt a szakrális művészetekről, majd Spistyák Pál szobrászművész mondta el, hogy ő hogyan látja és hogyan építi be munkájába a vallási motívumokat. Az egésznapos programok minden évben ugyanazt a célt szolgálják. Feleleveníteni Szent Erzsébet kultuszát, őrizni és öregbíteni néphagyományainkat, és nem utolsó sorban kellemes közösségi élményekkel gazdagodni ezen a jeles napon.